Üdvözöllek benneteket! Horváth Bábinszky Ildikó vagyok, a Szántai Petőfi Sándor általános iskola biológia tanárnője, és az 5. osztályosoknak fogok ma előadást tartani egy nagyon fontos témáról, az élőlények és a természet védelméről. Amint láthatjátok ezen az első dián, látható a panda, a nagy panda medve, amelyik a természetvédelmi világalapnak a szimbóluma. Láthatjuk Szerbia egyik védett madarát, a parlagisast, láthatjuk Magyarország természetvédelmi szimbólumát, a nagy kócsagot, és itt alul láthatjuk a túzokot, amelyről szintén Szerbiában a természetvédelem jut először eszünkbe. Ahhoz, hogy a természetvédelemről beszélgethessünk, először is különbséget kell tennünk a következő fogalmak között: mi is a természetvédelem, mi a környezetvédelem és a tájvédelem. Tehát próbáljuk meg különböztetni ezeket a fogalmakat. Hogyha a környezetről beszélünk, akkor nem csak a természetet vesszük figyelembe, hanem az ember nyomait is a természetben. Tehát az ember és a természet egységét. És ezen a fotón, ezen inkább egy természeti felvétel látható, de az ember nyoma is talán észlelhető benne azzal, hogyha utakat készít, ösvényeket rajta, és, vagy túrázó utakat jelöl ki, és akkor már az ember is része a természetnek. A természet viszont a környezetnek az embertől független része, az a része, amelyben először az élőlényekre gondolunk, a növényekre, az állatokra, a mikroorganizmusokra, tehát mindenre, ami természetesen jelen van. Ha viszont a tájra gondolunk, akkor láthatjuk például az aszfaltos utat, vagy az emberek által kiépített létesítményeket, és a táj minden, mindaz a hely és látvány, ami körülvesz bennünket. Amikor a környezetvédelemről beszélünk, akkor ez egy nagyon tág fogalom, de mindig az a lényege, hogy megpróbáljuk fenntartani a harmóniát, egy harmonikus egyensúlyt az ember és a körülötte lévő természet között. Ebben a környezetvédelemben törekszünk a természet megóvására. Törekszünk arra, hogy ha meg is rongáltuk azt, megpróbáljuk ugyanazon a szinten tartani bár, amelyiken most van jelenleg. Vagy megpróbáljuk visszafordítani a környezetromboló hatást, és ezzel javítani annak minőségén. Mindenféleképpen megpróbáljuk a szennyezéseket felszámolni, amik eddig jelen vannak benne. És ugyanakkor a károkat is megpróbáljuk felszámolni, és ezáltal jobbá tenni a környezetünket. Természetvédelem az élettelen és az embertől független ott lévő elemeknek a védelme. Tehát gondolunk ez alatt a környezet élettelen abiotikus elemeire. Ugyanakkor az élő biotikus elemeket is megpróbáljuk megóvni, tehát megóvjuk a fajokat, megóvjuk az élő környezetüket, megóvjuk a populációkat, az életközösségeket és ezáltal az egész bioszférát. Mivel a két, az élő és az élettelen egység elválaszthatatlanok az ökoszisztémán belül egymástól, így értelemszerűen mind a kettőt egyformán kell megóvnunk, és ezt értjük a természetvédelem fogalma alatt. Tájvédelem alatt viszont egy táj mint egység védelmét értjük, ahol a kialakult látvány is nagyon nagy szerepet játszik, és ha belegondolunk egy tájba, akkor elénk tárul egy látvány, aminek szintén az élő és az élettelen természet is része. Tehát tájvédelem alatt a táj mint egység védelmét értjük. Szerbiában különböző ökológiai régiókat szabályoz a kormány környezetvédelmi törvények által, és nagyon sok természetvédelmi területet találunk, amelyek közül kiemeltem a nemzeti parkokat, a természetvédelmi parkokat,
a különleges természetvédelmi területeket, a természeti műemlékeket, illetve a tájvédelmi vagy természetvédelmi területeket. Amit láthattok a zárójelben a felsorolt fogalmak mellett, azok a szerb rövidítések, ahogyan megtalálhatjátok a hazai természetvédelmi fogalmakat. Például az NP a nemzeti parkok mellett a Nacionalni Park rövidítése, a természeti parkok mellett a PP Parkovi Prirode rövidítése, a különleges természetvédelmi területek vagy speciális természetvédelmi rezervátumok, úgy is hívjuk őket, Speciálni Rezerváti Prirode rövidítést láthatjátok a zárójelben. A természeti műemlékek Spomenici Prirode rövidítését láthatjátok, illetve a tájvédelmi, vagy másképp fogalmazva természetvédelmi területek mellett Predela Izuzetni Hodlika rövidítést láthatjátok. És akkor nézzük sorban. Először is Szerbia nemzeti parkjai közül 5 van felsorolva ebben a táblázatban, és mindegyikről már tanulhattatok is az alsó osztályban. A 6. természet nemzeti parkot pedig 2018-ban szándékozták törvényesíteni. Sajnos még nem találtam adatokat róla, hogy megtörtént-e, de mindenképpen Szerbia 6. nemzeti parkja lesz, a Kucsáj és Beljanica hegyek által határolt terület. De nézzük sorba. Az első, az általatok biztosan ismert Pruska-Gora vagy Tarcal nemzeti park, melynek alapítási éve 1960. Területe 25.525 hektárnyit ölel fel. A következő a sorban a Gyerdáp vagy Vaskapu nemzeti park, amely 1974-ben alapult 63.608 hektárnyi területtel. Mindenféleképpen, mint láthatjátok, a nemzeti parkok területei közül a legmagasabb értékű. Tara és a Kopaonik nemzeti parkok 1981-ben alapultak, majd következik Sárhegység 1986-ban, és a legújabb lesz Kucsáj és Beljanica hegyek által határolt terület. Tehát 159.143 hektárnyi területe Szerbiának már biztosan nemzeti park alatt van. És menjünk sorba. Az első, a számotokra biztosan ismert Tarcal vagy Fruskagora Nemzeti Park. Biztosan voltatok már itt óvodáskorotokban, vagy általános iskoláskorotokban, alsóban talán kirándulni. Mindannyian ismeritek a gyönyörű Fruskagora Nemzeti Parkot, amelyben tavaszi és őszi fruskagorai maratont szoktak kihirdetni, és valóban nagyon szemedgyönyörködtető a táj. De mi is alkotja a Fruska-Gora Nemzeti Parkot? Vegyes erdők, lombhullató erdők, amelyek közül ki lehet emelni a kocsánytalan tölgyet, a közönséges gyertyánt és a bükköt. Nagyon sok lágy szárú növényt is találhatunk, amelyek a sztyeppi vegetáció tagjai, és ezen növények közül nagyon sokan veszélyeztetett fajok, illetve a gyógynövények soraiba sorolhatóak be. Itt például a nyugati kökölcsint láthatjátok, amelyik veszélyeztetett faj, illetve az erdei pajzsikát, valamint a rovarok közül a húlyak húzó bogarak csoportjába tartozó nünükét is, amelyik esetlenül szokott a tavaszi fruskogorai maratonon a sétányon átsétálni a gyaloglók lába alatt, és így sokszor veszélybe is sodorja magát. Nevét onnan kapta, hogyha érintkezik a bőrünkkel, úgy egy váladékot bocsájt ki rá, ami húlyag képző hatású. A következő, a legnagyobb kiterjedésű nemzeti park a Gyerdáp vagy Vaskapu nemzeti park, amelyet vegyes erdők alkotnak lombhullató fákból, olyanokból, mint amilyenek a török mogyoró, itt látható a felvételen, dió, bükk és déli ostorfa, és megtalálhatóak itt a gyönyörű és nagy kiterjedésű orgonabokrok, valamint láthatóak a mészkőhegyek, amelyek jellegzetes táj
egységeit képezik a Gyerdát Nemzeti Parknak. Itt láthatjátok a felvételen a Dunát, amelyben még most is előfordulnak a valódi tokfélék, a viza, amelyek valamikor hemzsegtek ebben a folyóban, de sajnos ma már veszélyeztetett halak közé soroljuk őket. És itt látható egy részlet a Gyerdát Nemzeti Parkból, itt láthatóak az orgonabokrok a háttérben a Dunával, és itt pedig a tokhalak, illetve a viza, amelyik egy igen méretes hal, és túlhalászás áldozatául esett, úgyhogy szigorúan védett fajunk. A következő az 1981-ben alapult Tara Nemzeti Park, amely egy nagyon jellegzetes és hazánkra jellemző úgynevezett páncsicsféle omorikát, illetve szerb lucot rejteget. És ez a fa, ez csak nálunk fordul elő, és csak itt hazánkban, és a nevét híres botanikusunkról, Josip Páncsicsról kapta. Megtalálhatunk itt még a növények közül bükköt, lucfenyőt és egyéb fenyőfajtákat, az állatok közül pedig jelen van a szerge, a barna medve populációi, illetve a szintén veszélyeztetett szirti sas. Szintén 1981-ben alapult a Kopaonik Nemzeti Park, amely joggal kapta a szerb tajga nevet is, hiszen kiterjedt erdőket találunk a lucfenyőből, törpelucból és kúszó borúkából, de ugyanakkor előfordulnak lombhullató fafajták is, mint amilyenek a bükk és a juhar. És szintén itt láthatjuk, hogy a hegyek mészkőből vannak, és mindannyiatok számára valószínűleg, hogy ismert ez a felvétel, hiszen Kopaonik Nemzeti Park egy híres síparadicsom, és innen sokan ismerik külföldről is. Olyan fafajtákat találunk itt meg, amelyek szintén csak is itt találhatóak meg az egész világon. Tűnyalábos fenyőfélék, és az állatok közül pedig megtalálhatjuk a mogyorós pelét, a szirtisast és a hiúzt is. A következő a Sárhegység Nemzeti Park, amelyet vegyes erdők alkotnak, balkáni selyemfenyőből, hamvastörzsű fekete fenyőből, havasi törpe fenyőből és jellegzetes szerpentines sziklák alkotják ezt a nemzeti parkot. Az itt látott balkáni selyemfenyő, illetve a hamvastörzsű fekete fenyő sehol máshol nem található meg, csak is itt a Sárhegységben, ezért fokozottan védett fajtáink közé sorolható, valamint a fotón még a havasi törpefenyőt láthatjátok. Az állatok közül előfordul a fakókeselyű, amelyik Szerbia szintén veszélyeztetett madarai közé sorolható be, a vidra, illetve a szirti fogoly itt az alsó felvételen. A fakókeselyű volt, hogy eltűnt Szerbiából, aztán újra megtalálták, ismét eltűnt, félő volt, hogy kipusztult, hogy már nem fog többet visszajönni, de időnként visszatér, és újra felfedezik jelenlétét a Sárhegységben. És a legfiatalabb nemzeti parkunk a Kucsaj és Beljanica hegyek által határolt terület, ami azért fog nemzeti park lenni, és azért van úton, hogy hivatalosan is az legyen, mert Szerbia ivóvízkészletének nagy része itt található. Ezen kívül fontos barlangkutatói objektumokat rejt, természeti emlékműveket, tehát mindenféleképpen egy nemzeti parkra érdemes helyszínről van szó. A következő védelmi terület a természetvédelmi parkok, amelyek közül sokkal több található Szerbiában, mint amennyi itt ezen a felvételen található. Néhányat kiemeltem, mint amilyenek a Palicsi Nemzeti Park, ami szintén ismerős számotokra, hiszen minden óvodás vagy alsós kisiskolás járt már itt, illetve a Holt-Tisza-Gyöngy-sziget természeti park, Golia,
Zlatibor, Stara Planina és Radány. A fotón Holt-Tisza Gyöngysziget természeti parkot láthatjátok. Itt pedig Stara Planinát, Zlatibort, Radánt és Góliát láthatjátok a felvételeken, mindannyian csodás helyszínek. Mindenképpen érdemesek a természetvédelemre. Különleges természetvédelmi területek közül szintén csak néhányat emeltem ki, mint amilyenek a fotón látható Deliblati homokpuszta, Sóskopó, Zászavica, Szelevényi puszta, Császártó és a Felső-Duna mellék. És itt a felvételeken láthatjuk őket egyenként, az első sóskopó szikes növényeiről nagyon híres, és a madarakról, amelyek ezen a területen fészkelnek, mindenképpen speciális természetvédelmi rezervátum. Zászavica mindannyiótoknak talán az itt élő szamarakról, illetve a szamártejről nevezetes. Császártó is itt van a közelünkben, mindenképp érdemes elmenni oda is megnézni, nagyon sok védett madár látható ott. Illetve a Felső-Duna mellék, amely szintén egy pazar, csodálatos természeti látványt nyújt számunkra. Természeti műemlékek közül is csak néhányat emeltem ki Szerbiában. Ide tartoznak többek között a Kamenicai Park, az Újvidéki Duna Park, Szokolec Kastély Park Becsén, a Csókai Park, a Beocsini Kolostor körüli park. Ezek közül is néhányat láthatunk a fotókon. Az első az Újvidéki Duna Park, amelynél ha voltatok, akkor találkozhattatok a hattyúkkal. Itt láthatjuk Szokolec Kastély Parkot, amelyet Becsén láthattok, koncerteket szoktak itt rendezni. Beocsini Kolostor körüli park látható alul, illetve a Csókai Park. A botanikus kerteket azért hozták létre, hogyha a növények a természetben már nem tudnak fennmaradni, mivel az életkörülményeiket környezetszennyezés vagy egyéb abiotikus, élettelen tényezők változásával sajnos elveszítik, így kimenekítik őket, és mesterségesen próbáljuk őket fenntartani botanikus kerteken belül. Ennek nagyon nagy jelentősége van, hiszen a növények nagy részét még nem is ismerjük, és lehetséges, hogy a jövő generáció számára pont ezek a megmentett növények lesznek majd táplálékforrások, vagy valamilyen gyógyanyagoknak a tartalmazói. A botanikus kertek, ezek gén alaptartalékok mindenféleképpen, és nagyon sok védett gyógynövény és veszélyeztetett faj található itt, és amennyiben sikerül átvészelniük ezeket a kedvezőtlen körülményeket, és sikerül visszaállítani az életfeltételeiket, akkor talán visszatelepíthetőek a természetes élőhelyükre. Az állatkerteknek is a botanikus kertekhez hasonló a jelentősége, csak itt állatfajokról beszélünk, növényfajok helyett. Sokatoknak talán az jut eszébe, hogy milyen jó szórakozás egy állatkertben időt tölteni, de sokkal nagyobb a jelentősége az állatkerteknek a ritka fajok megmentésében. Mesterséges körülmények között tudnak szaporodni, utódokat létrehozni, amit talán természetes élőhelyükön már képtelenek. Így félő, hogy ott kivesznek. A fotókon például az amerikai bölény vagy a bengáli fehér tigrisek egy haifai állatkertben felvételeit láthatjátok, amelyek mindenféleképpen hozzájárulnak a biodiverzitás vagy biológiai sokféleség megmentésében. Az állatok megvédése a kihalástól projektum sikeres túlélői, a fotón látható arab bejza, a kaliforniai kondor, de ugyanígy a fekete lábú görény is. És ha sikerül őket mesterséges körülmények között szaporítani, akkor visszavadítják őket, és visszatelepítik őket, visszajuttatják őket természetes élőhelyeikre. És beszélnünk kell még a vörös listáról is,
ami egy veszélyeztetett fajokat tartalmazó lista. Ezen listán szerepelnek növényi és állati fajok egyaránt, és nagyon veszélyeztetett fajokat tartalmaz. Az IUCN, vagy Természetvédelmi Világszövetség hozta létre 1948-ban, és sajnos évről évre egyre több élő faj kerül rá erre a vörös listára. Tulajdonképpen a vörös listánál rosszabb is van, az úgynevezett fekete lista, amelyen már sajnos kihalt fajok listája, fajnevei találhatóak. Itt látható az Apolló lepke, és tudni kell, hogy Szerbiában létezik a nappali pillangófajok vörös könyve, tehát abban szerepelnek azok a lepkék, amelyek nagyon veszélyeztetettek. A két éltőek közül az alpesi szalamandra sorolható ide, a madarak közül a cigányréce, a fehér karmú vércse, az emlősök közül pedig a tigrisgörény. És végezetül egy táblázatot és veszélyeztetettségi rövidítéseket tartalmazó diát láthattok, ahol alul láthatóak a még felméretlen, meg nem ismert fajok, az adathiányosak láthatóak felül, és mellettük mindig ugye a rövidítések, amik az angol zárójeles kifejezések kezdőbetűit tartalmazzák. Aztán itt találhatóak a nem fenyegetett, a mérsékelten fenyegetett fajok, és egyre feljebb haladva már veszélyeztetettebb fajokat láthatunk, először a sebezhetőeket, a veszélyeztetetteket és a súlyosan veszélyeztetett fajokat, míg végül a vadonban már kipusztult, de talán még az állatkertekben meglévő élő fajokat, és legvégül ugye itt vannak a fekete listás élő fajok, amelyek sajnos már úgy a természetes, mint a mesterséges körülmények között kipusztultak. Ennyi volt a mai óra. Viszontlátásra!